Képviselő testületi ülést tartott Dombóvárváros önkormányzata június 29-én. Az elmúlt időben több villámárvíz érte Dombóvárt és a környező településeit, mint egész Európát. Ezért a 12. napirendi pontban ezt tárgyalták most, mondta Pintér Szilárd, fideszes polgármester. A gondolási városrészünk tekintetében kellett egy gyors beavatkozást elkövetnünk. Mi ezeket a műszaki megoldásokat már be is fejeztük. Nagyjából azt gondoljuk, hogy kihúzzuk úgy, hogy már a közeljövőben elöntse a víz a nyaralókat, de mindezeket ellenére úgy érzékeltük, hogy ezek nem végleges megoldások, ezért vízügyi szakemberek bevonásával kérjük a vízkárállítási tervünknek a felülvizsgálatát, és kérjük azokat a szakmai véleményeknek a megfogalmazását, amellyel véglegesíteni tudjuk azt az állapotot, hogy a nyaralókat nem önti el a sár, és nem megy be a víz a szuterénbe. Nagyon fontos, hogy ez csak egy konstruktív együttműködés keretében jöhet létre, hiszen a gunarasi nyaraló övezete termőföldek veszik körbe, és ez a víz most a termőföldekről érkezett, tette hozzá a polgármester. Nyilván van egy jogszabály, ami kötelezi a termőföld használókat, hogy az ott keletkezett csapadékvíz elvezetéséről gondoskodjanak, illetve oldják meg, de én azt hiszem, hogy mindegy, a nyaraló tulajdonosokat sem hagytuk magukra, így a termőföld használókat sem fogjuk magukra hagyni, és egy közös megoldást fogunk ebben kikerekíteni a jövőben. Nyilván majd, ha a megoldás megjön, akkor azt tudjuk árazni is, és nyilván itt alapvetően az a költségvetési szűk keresztmetszet lesz majd a megoldás megvalósításának a legnagyobb akadálya, hogy mikor áll majd rendelkezésünkre az az anyagi forrás. Nagyon remélem, hogy miután ez egy konstruktív együttműködés, így a földhasználók és az önkormányzat is közösen elő tudja állítani majd azt a fedezetet, amelyre röviden belül a végleges műszaki megoldás is bekövetkezhet. Egy év múlva ilyenkor már arról lehet beszámolni a nyaraló tulajdonosoknak, hogy a víz többet nem fog befolyni a nyaralójukba, tette hozzá Pintér Szilárd. A testületi ülésen többek között tárgyalták mind a négy társulásuk beszámolóját, amelyből kiderült, hogy valamennyien sikeresen zárták az előző évet. Az is látszik, hogy 2023-ban is stabilan képesek együttműködni, és nem okoznak semmiféle likviditási problémát az önkormányzatnak. Egy másik napirendi ponttal függ össze Dombóvár életében a következő nagy kihívás, mely a csapadékvíz elvezető rendszerhez kapcsolódó pályázat megvalósítása. Ez teljes mértékben érinti az Ady utcát és a Fő utcát, amelyek szinte a város főtengelyén áthúzódó teljes útszakaszhoz kapcsolódnak, hangsúlyozta a polgármester. Ez az előterjesztéshez több ponton több lehetőséget nyújtott vitára, és az ellenzék valami oknál fogva az elmúlt néhány hétben vette észre, hogy 1,2 milliárd forintot nyert a város két éve erre. Tavaly tavasszal ennek a pályázatnak megkezdődött a társadalmasítása, és mind a Fő utcában, mind az Ady utcában tablók kerültek kihelyezésre, amely tartalmazza a jelenlegi állapotot és tartalmazza a jövőbeni állapotot. Nyilván itt az érzelmi kérdés, mint minden esetben a 100 éves vadgesztenyel fasor okozza, de azt hiszem, hogy azok az elmúlt időszak eseményei és azok a lakossági károk és lakossági bejelentések, amelyek keletkeztek, sajnos alátámasztják, hogy ez mi hamarabb megoldásra vár. Itt testületülésen is, és már többször idéztem egy 88-as tanácsi jegyzőkönyvből, hiszen végrehajtó bizottság már 88-ban döntött ezeknek a fáknak a kivágásáról és pótlásáról, majd néhány évtized múlva újból ez előkerült már az önkormányzati korszakban is. Sajnos sem akkor, sem a következő időszakban nem volt erre megfelelő anyagi forrás, hiszen mindig, ahogy említettem, ez egy 1,2 milliárd forintos projekt, amelyet azt gondolom, hogy nem szabad, hogy hagyjunk, hogy elmenjen a város mellett, hiszen itt nem 100 éves fákról kell beszélni, hanem az magántulajdonnak a védelméről, és amelyennél sokkal fontosabb ember életekről, hiszen vihar esetén ezek a fák, ezek életveszélyesek. Dombóvárváros önkormányzata ezzel sikeresen megtartotta a nyári szünet előtti utolsó testületi ülését. A képviselők 12 napirendi pontot tárgyaltak meg a nyílt ülésen, amelyekről döntést is hoztak.